A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők! A tanulópénzt meg kell fizetni, ezt a mondást általában olyan értelemben használjuk, hogyha valaki egy számára új területen olyan, hát nem mindig kellemes tapasztalatokat gyűjt, amelyet nem gyűjthetett volna be, hogyha nem teszi próbára magát. Van ennek egy kicsit ilyen pejoratív éle is a magyar nyelvben, hiszen általában valóban vagy kudarcokhoz, vagy kellemetlen élményekhez kapcsolódik, de a sportban akkor is igaz, hogyha egy újonc egy olyan szinten találja magát, ahol előtte még nem versenyzett, és benne van a tovább lépésnek és fejlődésnek is természetesen a lehetősége és az ígérete abban, amikor azt mondjuk, hogy valaki megfizette a tanulópénzt. Hát tudtuk előre, hogy a Fehérvár Entronez csapatának az első év az Európai Csúcsi Ligában az ELF-ben eféle tanulópénz lesz, és hát nagyon sokféle értelemben mondhatjuk, hogy ezt akár az egyének, akár a csapat szintjén meg is fizették a fehérváriak. Most egy kicsit értékeljük ezt a mögöttünk hagyott szezont, mégpedig Bóka Viktor General Managerrel, illetve Tibor Kornél egyesületi elnökkel. Köszönöm, hogy bejöttetek. Viktor, akkor beszéltünk ugye utoljára, amikor indult a szezon. Voltak tulajdonképpen jól modellezhető, sejthető fejlemények, hogy mi vár a csapatra, és hát nyilván aztán történtek olyan dolgok is, amelyeket valóban csak így testközelből lehetett megélni. Magában az a tény, hogy véget ért a szezon, letudta a csapat, mérkőzést is nyert az ELF-ben, önmagában gondolom nem ad okot elégedetlenségre, de hogyha most így a nagy hirtelen kell a mérleget megvonni, akkor mik az első benyomások? Hát igen, májusban voltam itt, pestesen szóval ottoznom kéne, ugye akkor azt mondtam, hogy a Prágát meg fogjuk verni oda-vissza, és a Lipcsét itthon el kell kapnunk, ez a három győzelem az elvárás a csapattól. És jó lenne negyedikként a Vroclav hazai meccset, a szeptember 3-ai utolsó hazai meccset hozni. Most a tabellára tekintve azt látjuk, hogy a Prága elleni két győzelem és a Lipcse elleni győzelem a könyvekbe be van írva. Ugye sajnos a liga menet közben csapatokkal történt változások okán a prágai meccs az egyetlen, amit a pályán értünk el, és ugye az idegenbeli Prága meccs és a Lipcse hazai meccs pedig a kluboknak a belső problémái megszűnése miatt 35-0-val került jóváírásra a csapatnak. Tehát ez a három győzelem, amire eleve számítottunk, sajnos csak egyet tudtunk a pályán megszerezni, ez borzasztó nagy hiányérzet, hogy végigjátszottuk a megnyerhetetlen meccseinket a Frankfurt-Berlin ellen, csapatok ellen és Vienna Vikings ellen, és amikor a megnyerhető meccseink pedig elmaradtak, ez nagyon fáj szerintem nekem, az elnöknek, a csapatnak, mindenkinek, pláne a szurkolóknak, ugye ebből Lipcse a hazai meccs lett volna, de összességében az történt, amire számítottunk. A kérdésedre válaszolva, hogy mik az első benyomások, én egyszerre tudnék nagyon jó és nagyon negatív dolgokat is mondani. A nagyon jó az az, hogy nekem a legnagyobb futballélményem, amióta testközelből vagyok a magyar-amerikai futballban 2015 óta, az a Vienna Vikings elleni bécsi idegenbeli meccs, ahol személyesen kint voltam, az oldalvonal mellett álltam. 21-20-ra veszítettünk Európa legjobb csapata ellen, a címvédő ellen úgy, hogy a kezünkben volt a győzelem, de a mindent eldöntő field goalt mellé rúgtuk. Ami olyan szintű Európa hír lett volna, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, itt se volt kicsi, tehát így is a csapat ázsiója rengeteget nőtt, ami egészen elképesztő bravúr lett volna egy magyar csapatot, tehát mondjuk a 86-os videótól Real Madridhoz tudnám hasonlítani, amikor a Bernabeu-ben Maier góljával nyertünk, tehát ez egy akkora bravúr lett volna, azt a Vienna Vikingsot Bécsben megverni. És nagyon-nagyon közel álltunk hozzá, a srácok szemében láttam az extázist, mentünk előre, nem éreztünk fájdalmat, az adrenalin úgy elöntötte mindenkinek az agyát, hogy meg tudtuk szólítani Európa legjobb csapatát, most is liba bőrözök, hogy beszélek róla, fantasztikus élmény volt. Ugyanakkor viszont szintén májusban, amikor itt ültünk, akkor azt mondtam, hogy azt várom a csapattól, hogy tegyenek ki mindent a pályára, amink van, és ami mire lesz elég, az, hogy meglátjuk, én, a menedzsment, mi boldogak leszünk akkor, ha kiadtuk magunkból mindent.
Ezt viszont több meccsen nem éreztem. Tehát a berlini idegenbeli meccsünkön, és főleg az itthoni vroclavi hazai meccs, amikor egy viszonylag meggyengült lengyel csapat legjobb játékosa nélkül nyomás alatt érkezett ide, ha nem nyer, akkor ők nem jutnak a rájátszásba. Mi 1800 néző előtt egy fesztivál hangulatban léptünk pályára, és valahogyan nem jött ki az, ami egy héttel korábban Bécsben kijött a csapatból. Emiatt megmondom őszintén, rossz érzésem van, rossz szájízem van, ennél jobb csapat vagyunk, mint hogy Berlinbe 60 pontot kapjunk, vagy akár Vroclavban is ugye ilyen pontarány született. Tehát nem feltétlenül jött ki minden az, amit ennél jobb csapat vagyunk, nem feltétlenül jött ki minden az, amire számítottam, és emiatt ugyanakkor vegyes, tehát bennem van a legnagyobb futballélményem is, de bennem van a csalódottság is. Az a mondás, hogy falba ütközik valaki, ez az amerikai futballban akár szó szerint is vehető, és igen kellemetlen tud lenni nyilván annak, aki találkozik egy ilyen fallal, de az átvitt értelmét tekintve az jutott most eszembe arról, amit Viktor is mondott, hogy nem először fordul elő az Entrance történetében, hogy rajta kívülálló okok miatt találkozik ilyen fallal, hiszen ugye az osztrák ligában nem engedték feljutni a csapatot, most előfordult, hogy az ellenfél nem adta meg azt a lehetőséget, hogy mondjuk a pályán felülmúljuk. Ezek mekkora csalódások akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy csapat fejlődési ívéhez, ahhoz, hogy egy lendületet kapjon akár hosszú, még nagyon sok elvégzendő munkához kellenének az élmények, akár csak a meccsélmények is, nem beszélve a sikerélményekről. Hát hihetetlen kemény volt ez a szezon, tehát ez brutális fizikai igénybevétel volt a játékosoknak. A menedzsmentnek is hosszú volt, rengeteg dolgot kellett elintézni, rengeteg probléma merült fel, amit meg kellett oldani. De hát maga a pályán nyilvánvalóan, hogyha több olyan mérkőzést tudunk játszani, ahol partiba vagyunk, érezzük az adott mérkőzést, az mindenképpen hiányzik a játékosoknak szerintem, meg a nézőknek, meg nekünk is, hogy azt látjuk, hogy vannak olyan mérkőzések, ami már reményre ad okot. És a jövőre mutatóan ez előrefele vezet minket. Ugye annyi nagy vereséget kaptunk, hogy ez a szoros, izgalmas mérkőzések, azok mindenképpen javítottak volna az összképen. Ez nagyon nagy hiány az idei bajnokságnak. Hát amikor beszélgettünk májusban, pont azt mondtam, hogy egyrészt lélektanilag, másrészt fizikálisan fel kell készülni arra, mire az a csapat nyilván eddig még nem találkozott, egyrészt, hogy ki fog kapni, mert azért az utóbbi években ez Magyarországon nem nagyon fordult elő, másrészt, hogy valószínűleg itt iszonyat nagy pofonokat osztanak ebben a ligában. Az jutott eszembe rögtön az első mérkőzés után, amely nyilván egy futballtörténelmi ünnep volt itt Fehérváron, de rögtön volt két olyan sérülés talán, amelyből egy minimum a szezon végét jelentette, tehát nagyon súlyos, ami benne van a sportban, csak az egész, mintha aláhúzta volna azt, hogy valóban erre a szintre meg kell érkezni, és ezt meg kell tapasztalni. Nem tudom, hogy ezek a tapasztalatok mennyire voltak olyanok, amiket vártatok, és mennyire vette el a játékosok kedvét, esetleg mikor először találkoztak ezekkel a pofonokkal, vagy ezekkel a falakkal. Szintén a szezon előtt mondtam, hogy ha én össze kell raknom egy íróasztalnál azt a sorsolást, ami a lehető legrosszabb a Fehérvárnak, akkor pont azt raktam volna össze, amit a liga összerakott. Esélyünk nem volt az első 6 meccsen bármilyen mérkőzést nyerni, és ezt tudtuk gyakorlatilag a szezon előtt. Tehát a Európa 6 legjobb csapatából 4-jel találkoztunk az első 6 fordulóba, abból a Berlinre oda-vissza. Tehát egyszerűen nem volt olyan forgatókönyv, hogy mi ne 0-6-tal kezdjük a szezont. És 0-6-tal kezdeni egy szezont úgy, hogy újoncként érkezünk meg egy nagyon magas polcra, az lelkileg elképesztően megterhelő, és a 5.-6. meccsen mondjuk egy Berlin 12 órás busz után, már buszút után már fizikailag is borzasztó megterhelő, úgyhogy az történt, amit a papírforma mondott, 0-6-tal kezdtük a szezon, és beleszaladtunk néhány akkora pofonba, hogy valóban lelkileg is össze kellett rántani a csapatot, és a menedzsment is úgy döntött a 6. forduló után, hogy veszünk egy nagy levegőt, és teljesen újraépítettük a csapatot, a 10 légiósból 7-et elküldtünk, kicseréltünk, új irányítót hoztunk, megerősítettük a tapasztalatok alapján a defense falat 2 játékossal, megerősítettük a tapasztalatok alapján az offense falat 2 játékossal, és úgy mentünk bele a második 6 mérkőzésbe, hogy abból 3-at meg kell nyerni. És nem 0-12, hanem 3-9-el kezd zárni a szezont. Ez is történt, úgyhogy a futball szakmai menedzsment beavatkozás olyan szempontból jól sikerült, a srácok is meccsről meccsre érettebbek lettek és jobban játszottak, de igen, úgy, ahogy te mondod, első-második meccsen is külföldi játékosunk szezon végét jelentős sérülést szenvedett,
Úgyhogy annyi külső körülmény is hátráltatott minket a sorsolás nehézségén túl. Csak egy példa, a 6 csapat jutott a rájátszásba 17-ből, abból a 6 csapatból 4 a mi divíziónkban volt, és oda-vissza játszottunk velük. Tehát, hogy nem játszottunk egy Barcelonával, nem játszottunk egy Zürichkel, nem játszottunk egy Milánóval, akik ugyanúgy 2-3 győzelemmel zártak a szezont, mint mi, de gyakorlatilag a döntő Vienna Vikings, Frankfurt, Rhein-Fire, az esélyes, ezek a csapatokkal 3-2-vel játszottunk. És ennek nyilvánvalóan nem is lehetett más kifutása, mint az, hogy egy nagyon rossz kezdés után kell a padlóról fölállni. Ennek ellenére mondom, hogy ebben a szezonban több volt, ennél jobb csapat vagyunk, mint amit a végeredmény mutatott, még akkor is, ha a győzelmek száma megfelel az elvártnak. Már itt kicsit még a felvétel kezdet előtte érintettük, hogy tényleg fizikálisan milyen elképesztően kemény ez a liga. Hát gondolom, itt mindenki a saját bőrén érezte meg, hogy adott esetben itt azt is elhajítják, aki Magyarországon, mint kés a vajon megy át egy falon. Igen, hát ugye ezt régóta beszéljük, már ugye akkor is erről beszéltünk, amikor az AFL-be készültünk, és ugye ott találkoztunk volna a Vikings-szal, meg a Raiders-szel. Már akkor erről beszéltünk, hogy nekünk gyors sebességben, meg fizikálisan fejlődnünk kell, hogy partiba legyünk ilyen csapatokkal. Az ELF-hez képest még két lépcsővel magasabb, teli van német játékossal, német bajnokságból jövő játékosokkal, és hát jóval több légióssal lehet találkozni, tehát jobban összpontosul egy-egy csapatba az erő meg a tehetség, és hát ezt lehetett sejteni, de igazából a pályán derül mindenki. Tehát ami addig hiába mondjuk, amíg nem nincs az első csattanás. A kérdés akkor... az, hogy viselték ezt a játékosok mentálisan akár, és itt azért nagyon fontos megjegyezni azt is, akár a jövő miatt is, hogy ugye változatlanul ez egy amatőr csapat, de legalábbis félprofinál magasabb szintek nem nevezhető. Nyilván itt azért mindenki a hobbiából a munkaideje mögé téve még a focit, vagy akár abba beleáldozva végzi ezt a tevékenységet. Mennyire éreztétek azt, hogy akár egy-egy mérkőzés után az utazások alkalmával, akár az edzések intenzitását tekintve esetleg túl nagy pofonokat kaptak azok, akik egyébként ezt szerelemből csinálják? Ez történt, tehát túl nagy pofon kaptak ahhoz képest, amennyi juttatást ők ezért kapnak, vagy munkát beletesznek. Én szerintem sokkal elkeseredettebb vagyok, mint a csapat. Én azt látom a srácokon, hogy ők várják a következő szezont, és annak ellenére, hogy pofonokért mentünk el, ők jövőre is el szeretnek menni a pofonokért. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül az utunk, nem tudom. Nekünk is le kell ülnünk, értékelnünk kell a szezont, az anyagi helyzetet, hogy ki kell számolnunk, hogy mibe került ez az egész történet. Mindenképpen a futballprogramnak a fejlődése az elsődleges cél, és oda kell helyeznünk ezt a csapatot, ahol a helye van. De a játékosokon annak ellenére, hogy újabb és újabb vereségbe mentek bele, azt láttam, hogy ugyanúgy odaálltak, felszálltak a buszra, elmentek, és tudták, hogy miért mennek oda. Nyilván a magyar futball közeg sosem volt támogató a Fehérvárral kapcsolatban. Most dörzsölték a tenyerüket, hogy végre a Fehérvár hétről hétre nem nyer, hanem hétről hétre kikap. Úgyhogy ez a fajta külső nyomás is rajta volt a játékosokon. Számomra meglepő, de pozitív meglepetésként azt kell mondanom, hogy ők ennek ellenére azt gondolták, hogy ez így van rendjén, itt a helyünk, és abban bíznak, hogy jövőre is itt folytatjuk. Nyilván most mindenkinek elege van a futballból egy-két hónapig, de én azt látom, hogy ők ennek ellenére, hogy nagyon nagy pofonokat kaptak ahhoz képest, hogy szerelemből csinálják, ezekért a pofonokért akár szívesen elmennének jövőre is, mert annyival másabb közeget, annyival másabb futballt, országokat, embereket ismertek meg, hogy rengeteget adott ez a szezon a sok-sok sportszakmai kudarc ellenére. Nagyon érdekes, amit a magyar közegről mondasz, nem mint hogyha ismeretlen lenne akár más sportágokból is, de azt gondolom az ember, hogy itt van tényleg adva van egy full amatőr közeg, ahol mindenki szerelemből csinálja ezt a dolgot, az amerikai focit, mert egyszer látta a tévében, mert úgy érezte, hogy ezt ki kell próbálnia, tudjuk az egésznek a történelmi ívét. Én nem tudom, hogy miért nem egy összefogás van akkor amögött, hogyha egy magyar klub úgy gondolja, hogy ő megpróbálja ezt egy kicsit magasabb szintre emelni, hiszen akár játékos állomány, akár szakember, akár bármilyen tapasztalat sokat segíthet még annak a magyar együttesnek, aki ugye ilyen szintre jut. De ehhez képest azt mondod, hogy nem volt meg ez a fajta támogató háttér közeg. Nem tudom, melyik ötök illetékesebb válaszolni erre. Hát körülbelül ugyanazt látjuk szerintem mind a ketten a Viktorral. Hát támogatást semmiképpen sem mondanék. Én
Én is azt gondolom, hogy nagyon nagy ellenállás van a Fehérvárral szembe ilyen szempontból, de nyilván ez önmagában nem befolyásolja a mi teljesítményünket. Nem mindig esik jól, de az ember azért évek alatt már megszokta, hogy ez van. Az biztos, hogy olyan szerencsés körülmények között vagyunk itt Magyarországon, ebben az amerikai foci közegben, ami nem adott sehol máshol. Tehát nem azt lehet összehasonlítani mondjuk egy más sportból, hogy kicsit jobb körülmények között vagyunk, hanem sokkal jobb körülmények között vagyunk a városnak köszönhetően elsősorban. A nézők is nagyon szeretik, ez a mag, ez kialakult azért itt az ELF alatt. A nézőknek külön köszönet, hogy nem hagytak el minket a nagyon nehéz mérkőzéseken se. És kicsivel mindig sikerült azért előrelépnünk nézőszámba is. Nyilván itt is még van teendő. Én azt gondolom, hogy sokkal szebb sport ez, meg ezen a szinten, ha ebbe az ELF-be tudjuk folytatni, nagyon jó mérkőzéseket lehet látni. Remélem, hogy erősödünk is. Hát ezt a külső ellenállást, ezt el kell fogadni egyre. Nem is tudunk meg, szerintem nem is célunk ezzel most egyre mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy ha a válogatottat nézzük, a magyar válogatottat, akkor ott meg fog látszani, hogy kik azok az Entroners játékosok, akik az ELF-ben erősödtek. Tehát, hogyha más nem, akkor ott azért nagyon fog látszani az a különbség, hogy mit tudnak az ELF játékosok hozzátenni a válogatott teljesítményéhez. Igen, két nagyon fontos dolga, hadd csatlakozzak rá Tibire, az egyik a nézők. A tavalyi évben már ugye az osztrák másodosztály, a magyar első osztály 18-0-ás szezon, mindenkit össze-vissza vertünk. Az utolsó meccsünkön szégyen nem szégyen, talán 5-600 ember volt kint ingyenes belépési lehetőséggel. Nem nagyon érdekelte már őket a 22. sörmeccs, ahol 30 ponttal nyerünk. Most 3000 forintos jegyárak mellett 1800-as átlagnézőszámot produkáltunk, a Prága ellen 2000-en voltak, talán a Frankfurt ellen egy kicsit kevesebben, de 1800 fölötti nézőszámot produkáltunk 3000 forintos belépő jegyekkel. Tehát a közegnek ez az oldala egészen fantasztikus, mi sem gondoltuk, hogy pénzt adnak azért hétről hétre emberek. Egy négyfős családnak azért ez már egy büfével mindennel együtt, ez egy komoly kiadás, és hétről hétre itt voltak, és kikaptunk Berlinbe 60 ponttal, hazajöttünk, és itt volt 1800 ember a következő héten. Ez fantasztikus, ezt nem gondoltuk volna, komoly háttere és magja van most már a fehérvári szurkolóknak. Ugyanakkor pedig a támogató vagy nem támogató közegről pedig tényleg azt gondolom, hogy magyarok vagyunk, szerintem minden sportágban ez tipikus. A modell szerintem jó lenne, hogy van egy csapat Magyarországon, amelyik a legmagasabb szinten, nevezzük félprofinak, játszik. Aki itt akar ezen a szinten erősödni és palírozódni, az Fehérvárra igazol, vagy Fehérváron kinevelődik a futballakadémiánkból, és itt űzi ezt a sportágat, és az a maradék 1200, 1400, 1500 igazolt játékos, például a többi 23 tagszervezetben, amatőr szinten, a magyar bajnokságban, az osztrák alsóbb osztályban, vagy ahol éppen szeretne, elfutballozgatnak. Tehát az 50-60 magyar játékos, aki a legmagasabb szinten szeretné az ő saját döntése szerint űzni a futballt, ezért eljön Fehérvárra és az Európai Szuperligába játszik. Szerintem a másik 1200 igazolt játékosnak és a másik 23 klubnak a túlélését nem befolyásolja. Több olyan sportág van, ahol ez a modell, például a jégkorongban is van egy csapat, amelyik és sorolhatnám. Igen, hát a nagy különbség nyilván, és én belátom, hogy bevallom, legalábbis hosszátában nem látom annak a módját, hogy nem profivá válva ez hogyan tartható fel. Említette te is, hogy majd most fogjátok még a számokat megvizsgálni. Nyilván egy ilyen csapatnak a fenntartása, ha csak a felszerelést, az edzés lehetőséget, az utazást, mindent számolsz, azért nagyon sok pénzbe kerül. Nincsenek fizetések, és én itt nem tudom, hogy ez, vagy ti hogy látjátok, hogy ez meddig tartható fenn, mert lehet, hogy az amerikai futball Magyarországon egyébként tényleg nem egy profi sport, nem is lesz, mert tényleg nincs annyi csapat egyszerűen, viszont ha európai szinten akartok versenyezni, akkor valószínűleg ezt előbb-utóbb meg kell lépni, nyilván kérdés, hogy erre milyen anyagi fedezet van, mert én azt gondolom, hogy ezt tényleg sokáig szerelemből igazi szakmai, vagy sportszakmai perspektíva nélkül nem is várható el emberektől, hogy végezzék. Igen, idén már kaptak a magyar játékosok is némi aprót, mondjuk bruttó 50.000 forintot, vagy 70-et, egy hónapban, ami arra volt elég, hogy legalább a költségeik nem fizettek azért, hogy futballozni kelljen, tehát nagy pénzt ezzel nem kerestek tovább, és a civil munkájuk mellett csinálják. Az ELF ilyen szempontból demokratikus próbál lenni, fizetési sapkát vezet be, azt mondja, hogy egy évben 66.000 euró az az összeg, amit el lehet költeni a 65 játékosra, legyen az külföldi, amerikai, európai, magyar, stb. Ezeket nem a kellett tartanotok, hogy túllépnek a felét karcoltuk talán ennek a fizetési sapkának.
Tehát már valami kis, ezért is mondtam talán az előbb a fél profit, de hogyha valaki ezt a bruttó 50 ezer forintot, ami után az Egyesület szépen leadózik és járulékot fizet, sajnálja azoktól a srácoktól, akik mondjuk 14 hétvégéből 12-t mérkőzéssel töltenek, és 12-14 órát buszoznak Frankfurtba és Berlinbe, mert mi nem tudunk repülővel menni. Ugye Frankfurt repülővel érkezett, ahol külön busz várt őket a feriebi repülőtére. Mi felszálltunk a buszra, ezúttal is köszönjük a Viszló Csabinak a segítséget, és elbuszoztunk Berlinbe és Frankfurtba, jelentéktelen 12-14 órát eltöltve a buszon. Szóval aki sajnálja ezeket a pénzeket, ezeket a játékosoktól, annak úgy kell, én azt tudom mondani, de igen, igazad van, ez a sportág is kezdi kinövi magát, hál' Istennek már Európában is, és van rá akkora igény, és van akkora nézettsége, hogy ez a jövő útja. Egy példát hagy mondjak, az utolsó alapszakaszi fordulót az ELF sok-sok pénzére a Nielsen, nem tudom milyen irodában mérette. Ugye a Pro 7, a Pro 7 Max, illetve a Game Pass-nak a nézői szalapján 350 ezeren követték élőben a mérkőzéseket, azon a hétvégén lévő NFL alapszakasz pedig 210 ezeren. Tehát Európában ennek a ligának már van neve, egyre befutottabb, a számok tavaly előtthöz képest is exponenciálisan nőnek, az idei döntő Duisburgban 35 ezer néző előtt lesz, úgyhogy már 3 hónapja jegy sincsen a mérkőzésre, pedig senkinek fogalma nem volt arra, most sincs fogalma arra, hogy ki fog a döntőbe jutni, de 3 hónap ezelőtt az egész stadiont eladták. Úgyhogy igény erre mindenképpen van, és az út, ahogy te is mondtad, nyilvánvalóan legalább a fél profivá válás. Ami ugye mindig feltolul párhuzamként, a hokisok, akik valamikor sok évvel ezelőtt szintén elmentek egy erősebb nemzetközi ligába, még akár tényleg a magyar viszonyokról is beszéltünk párhuzamos dolgokat, de a lényeg az, hogy annak a kívülről jött csapatnak az elfogadása milyen. Ez mondjuk eleve egy nemzetközi liga, tehát itt nem arról van szó, hogy egy ország bajnokságába kapcsolódtatok be, mint Ausztria esetében. Milyenek voltak a visszajelzések, mennyire éreztétek azt, hogy egy kicsit ilyen kívülállónak tekintelek titeket, illetve ellenkező skála, vagy a skála másik végén nyilván az, hogy maximálisan elfogadtak? Hát szerintem ilyen szempontból, ahogy olvasgatunk ilyen nemzetközi fórumokat, azért nagyon megosztott az ELF-nek a közönsége. Van egy nagyon erős német mag, aki azt gondolja, hogy a német bajnokságot ez, ugye a német bajnokságból kivett játékosokat ez nem erősíti tovább, mert ugye így is a német csapatok a legerősebbek, ugye nyilván a Vikings azért magasan kivétel ebből. Tehát van egy olyan maga, amelyik azt mondja, hogy igazából ez nem tesz sokat hozzá, de én azt gondolom, hogy ők nem gondolkodnak nagyon előre. Tehát nyilvánvalóan az olaszoknak, magyaroknak, svájciaknak, franciáknak meg kell adni azt az esélyt, hogy egy pár év alatt ők is fölneveljék azokat a játékosokat, akik minőségi teljesítményt fognak nyújtani az ELF-ben, meg hát nekünk is nyilván magyaroknak. De van egy olyan mag is, aki örül ennek. Amikor azt láttuk, hogy azért főleg a német csapatokkal jöttek ilyen kis szurkolói magok, ők nagyon jó hangulattal érkeztek, jól be is illeszkedtek, ugye ahogy amerikai fociban szokás nem elkülönítve, hanem beülve akár a B, úgymond a mi törzs közönségünk elé. És volt, hogy amikor a mi védelmünk volt, akkor a magyar szurkolók doboltak, következő pillanatban meg, amikor fordult a kocka, akkor a német szurkolók, és ez teljesen jól elfért egymás mellett. Ők örülnek az érkezésünknek, illetve a bővülésnek. Én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan nem lehet azt várni, hogy ha valaki alacsonyabb szinten játszott, hogy ő bekerül egy magasabb ligába, és ő pont ugyanazt fogja tudni nyújtani. A Bécsnek is az, hogy ő az első évében egyből bajnok lett, az megelőzte azt, hogy ő hosszú évekig a legerősebb akkori ligában vagy külön kupában rendszeresen döntős volt, vagy megnyerte. Hát ez azt mutatja, hogy gondolom érdemes hosszabb távra tervezni, vagy érdemes lenne és abban bízni, hogy a csapat szakmai ereje és elfogadottsága is folyamatosan nő, és hát nagyon jó meccseket hoz Fehérvárra. Most már nem sok időnk van nyilván, hogy itt ebbe részleteibe belemenjünk, de most milyen jövőképet láttok, amiben azt is beleértem, hogy most mi történik majd a következő hónapokban, illetve mennyire mertek akkor előre tervezni az ELF-ben. Ugye szeptember 3-án volt az utolsó mérkőzésünk itthon a Wroclaw ellen, ma van szeptember 13, tehát 9-10 nap telt el, amit azzal töltöttünk, hogy az itt lévő 10 külföldi játékost és nem tudom hány külföldi edzőt hazaröptessük, repülőgépre feltegyük, stb. Most történik az anyagi zárása az évnek, nyilván vannak még kintlevőségek, és akkor fogunk húzni egy mérleget.
és megnézzük, hogy mibe került ez az egész történet nekünk, és ehhez képest mit adott úgy futballszakmailag, mint egyéb módon. És le fog ülni nyilvánvalóan az elnökség, le fog ülni a menedzsment, és fogunk hozni egy döntést a jövőnkkel kapcsolatban. Érvényes franchise szerződésünk van az ELF-fel 5 éves időtartamra, tehát elvileg, ha úgy döntünk, jövőre indulhatunk az ELF-ben is. Nyilvánvalóan ez a szponzorok nélkül nem fog menni. Kevesen tudják, de azért a szponzorainknak a 2/3 piaci szereplő, vagy székesfehérvári, vagy budapesti nagyvállalatok, kisebb vállalatok adják össze a csapat költségvetését, és a maradék 1/3 a székesfehérvári jogvárosi önkormányzata, akiknek szintén köszönjük azt, hogy itt lehetünk minden támogatónak, de hogyha ők nem jönnek velünk jövőre, akkor mi sem tudunk tovább menni, mert ez az összeg már, amit el kell költeni erre a szezonra, egészen más nagyságrend, mint amit valaha akár a Fehérvár, akár Magyarországon bárki amerikai futballra költött. És van egy futballszakmai értékelés is, hogy vajon az, ami idén történt, az a mi futballprogramunk épülését szolgálja, vagy esetleg a 34-50 pontos vereségeknél találunk egy jobb utat. Ugye eddig játszottunk ezen a szinten, ez lett volna az ausztriai szint, ahol nem engedtek be minket, azért ezt átugrottuk és feljöttünk ide. Tehát más nem is történhetett, mint az, hogy elveszítünk zsinórba 6 meccset 34 pont különbséggel, ezt tudtuk is. Azzal együtt bebizonyosodott, hogy mondjuk ez a csapat az osztrák első osztályban minden évben a legjobb 4 közé jutna, és a bajnoki címért lenne versenyben. Míg valószínűleg, hogyha a European League of Football-ba folytatjuk jövőre, akkor egy hasonló 3-9-es szezon után tudunk leülni, beszélgetni és értékelni. Úgyhogy ki fog az derülni, hogy mind anyagilag, mind futballszakmailag mi az a jó döntés, ahova ezt a futballprogramot helyezni kell. Ezt mi az elnökségben meg fogjuk tenni, át fogjuk beszélni, és meg fogjuk hozni ezt a döntést. De tényleg 10 napja tettük le a sisakot a fogásra, úgyhogy ez még a jövő zenéjes előttünk áll. Hát akkor biztos, hogy fogunk még a közelük távoli jövőben is sok izgalmas beszélgetést folytatni ezen a témában. Most jó pihenést kívánunk természetesen a csapatnak egy fárasztó és hát olyan pofonokban gazdag szezon után. És akkor meglátjuk a hírekben, pedig nyilván beszámolunk minden Entronerszel kapcsolatos történésről. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek. És hát nyár elején szokták azt mondani, hogy jó pihenést kívánunk, akkor a futball tekintve nyilván mindenkinek ezt kívánjuk, még hogyha a civil foglalkozás nem is engedi meg feltétlenül. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.